Hét állomásból álló versenysorozatot indított el a Szombathelyi Egyetemiese és a Vasmegyei Tájfutó Szövetség. A tervek szerint minden egyes viadalt a Vasi megyeszékhely különböző zöld övezeteiben rendezik meg. Az első erőfelmérőnek a Szent István Park adott otthont. A rendezvény célja, hogy minél több fiatal szólítsunk meg a tájékozódási futás kedvéért, kipróbálására, és ezért szeretnénk sorozatot csinálni a parktájfutásból a közeljövőben. A sorozat első versenyén több mint 20-an álltak rajthoz, legtöbbjük olyan általános iskolás volt, aki már valamilyen módon kötődött a tájfutáshoz. A mai nap könnyű volt, a B pálya volt a könnyebb, de szerintem jó is ez a verseny, meg jó a környezet. A Szent István Parkban rendezett versenyen nem csak gyerekek álltak rajthoz, hanem korábbi magyar bajnok tájfutók is, aki a közeli úttörő iskola tanulójaként rengeteget edzett az akkori Jókai Parkban. Ha jól tudom, 40 évvel ezelőtt a Jókai Parkról az első tájfutó térképet én 13-14 évesen készítettem, ami azt jelentette, hogy megszámoltam, berajzoltam a padokat a térképre, a fákat, stb. És itt akkor, ez tényleg egy 40 évvel ezelőtt volt, akkor rengeteget futottunk, edzettünk itt, és abból az iskolából, illetve abból a csoportból nagyon sok jó versenyző és jó tájfutó került ki. A rendezők tervei szerint a következő versenyt november 6-án, csütörtökön tartják majd meg, mégpedig a szombathelyi Skanzenben.